nagyon fontos alkalom ez, hiszen Budakeszi Város önkormányzata nevében szemüvesz nap alkalmából megköszönhetem önöknek az egész éves munkájukat, és büszkén jelentetem, hogy a képviselőtestület a mai ülésén úgy döntött, hogy 10 000 forintos utalvánnyal megköszönjük, amit tettek Budakeszi egészségügyért, tehát a Budakeszi Egészségügyi Központ dolgozói, a Budakeszi alapellátásban dolgozó házi orvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok, gyermekfogorvosok és asszisztensek kapják ezt az utalványt, fogadják sok szeretettel és tisztelettel, és köszönetünk jeléül. Önök nélkül nem tudná az önkormányzat megvalósítani az egyik legfontosabb célkitűzését, miszerint számunkra a budakesziek egészsége a legfontosabb, és ennek egy nagyon fontos része, természetesen szegmense budakeszi egészségügynek a helyzete, és azoknak a helyzete, akik ezen a területen dolgoznak. Az önkormányzat nagy energiákat és még nagyobb forrásokat fordít arra, hogy Budakeszin az egészségügyi ellátás minél magasabb színvonalú legyen. Elég csak arra gondolni, hogy az orvosi rendelőnk fejlesztése, ami egyébként 2017-ben indult meg, milyen sok energiát és időt felemésztett, hogy amikor nekünk itt tulajdonképpen 4 rendelőnk volt, abból a 4 rendelőből most 10 rendelő lett, és aztán most haladunk tovább, mert hogyha minden jól sikerül, és bízom benne, hogy így lesz, akkor az év végére elkészül a művelődési ház fölötti új orvosi szakellátást biztosító szakrendelőnk, és így aztán a kapacitást még tovább tudjuk bővíteni. Ez a budakesziek szempontjából nyilván azért is volt fontos, mert nem kell például egy vérvételért mondjuk a János kórházig elutazni, vagy egyéb szakellátásokat nem kell máshol igénybe venni, de hát azért dolgozunk tovább, mert hát ez talán nem titok, hogy a mammográfiát is remélem, hogy januárra sikerül megvalósítani, és ezek én szerintem olyan fontos lépések Budakeszin, amit az itt élők igenis értékelnek, és igenis fontosnak tartanak, és ezek a lépések az önök munkája nélkül nem valósulhattak volna meg. A következő időszakokban a járási települések szerepe még tovább fog erősödni, és ezért aztán bizakodhatunk abban, hogy a budakeszi fejlődése nem áll meg. Hát persze nem is hagyjuk, de még ezt kormányzati segítséget is továbbiakban kaphatunk. És az, hogy egy kicsit a regionális irányba elindultunk, az az egészségügyi központnak is köszönhető, hát hiszen nem csak a budakesziek, hanem a környékbeliek szakellátásában is szerepet vállalunk, és a Buda környéki egészségprogram részeként, ami pedig 2018 óta, 4 év óta működik, olyan építkezés, szellemi, szakmai építkezés is működhet, vagy folyamatban van, ami talán az egészségtudatosságot, az egészségkultúrának a terjesztését segíti. Ebbe a programba az örömteli testmozgás, az egészséges táplálkozás, az egészségkultúra fejlesztése az iskolákban, az óvodákban, ez mind ide tartozik, és emellett erre a történetre, vagy erre a programra tudjuk ráfűzni a szűrővizsgálatokat is, amik egyébként kétszer voltak Budakeszin, és én azt tapasztaltam, hogy igen népszerűek voltak, és sokan igénybe is vették. És hát végül mondanám, hogy nemzetközi elismerést is kaptunk egyébként ezért az egészségprogramért, elismerve egyébként ebben szorosan velünk együttműködő orvosi rendelőnket, hiszen az Európai Bizottságban 3. lettünk a gyermekek egészségfejlesztése kategóriájában. És mondhatnám még, hogy 2 regionális felmérésünk is van, ami egyébként a térségben élőknek az egészségügyi állapotát vizsgálja. Ez azért nagyon fontos, mert a továbbélésről, arról, hogy milyen akcióterveket tudunk megvalósítani, ezek a szakmai anyagok adják meg azt az alapot, ami a szakmaiságot és a fontosságot alátámasztja. Ma kiemelt figyelmet fordítunk 2 nagyon kedves, nagyon szeretett budakeszi kollégára, mind a kettőket nagyon jól ismerjük, nagyon szeretjük, elég régóta is ismerjük egymást, és én azt gondolom, hogy a képviselőtestület ma nagyon jól és megalapozottan és egyhangúan döntött a díjazottak személyéről, és ha megengedik, én csak röviden gratulálok először dr. Póca Péter főigazgató főorvos úrnak, aki a budakeszi szakrendelések megszervezésében szerzett elévülhetetlen érdemeket, és mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény volt az, hogy ezt a 20 szakellátást ilyen rövid időn belül sikerült beindítani Budakeszin kiváló szakemberekkel. Dr. Ambrus Katalin,
kiváló doktornő, ő közel 2 évtizedet gyógyítja a budakeszi gyerekeket, igazán nagy odaadással és nagy szeretettel a szülők legnagyobb megelégedésére, úgyhogy engedjétek meg, hogy szívből gratuláljak mind a kettőtöknek. Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé. Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 211. évi 202. törvény 24. paragrafusa 9. bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 2013. szeptember 26-i ülésén Budakeszi Egészségügyért díjat alapított. A Budakeszi Egészségügyért díjat a képviselő testület egészen friss mai döntése alapján dr. Póca Péter, a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezető főorvosa, és dr. Ambrus Katalin, budakeszi gyermekorvosunknak ítélte oda. Én engem az a megtiszteltetésért, hogy én az igazgató urat, Póca Pétert köszönhetem ezen a napon. Ezt ugye tudjuk, hogy szemmelweis napi ünnepség, az egészségügy napja 1992 óta minden évben ezen a napon tartjuk meg. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy igazgató részesülhetett ebbe a nagy megtiszteltetésbe. Mit is mondhatnék? Igazgató urat tulajdonképpen mindenki ismeri már. Mindenki most sok interjú készült róla. Én csak annyit szeretnék mindannyiunk nevébe elmondani. Köszönjük neki, hogy a vezetőnk vagy, példaképünk vagy, nagyra értékeljük mindazt a tudást és a készséget, amit átadsz a számunkra. Az igazgató úr irányítása alatt végzett munka valóban nagy lehetőség a hozzám hasonló emberek számára. És egy ismeretlen szerzőnek szeretném a versét elmondani. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet kegyetlen. Sok öröm van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökké tart. Nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor. Mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad. Ez az öröm az, amit másoknak adsz. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj jó szót, vigaszt, ha van feladatod. Derűt, tudást, vagy békülő kezet. Mindez a tiéd. Vesd másba, nézheted, hogy hogy nővetésed hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz. Én elsősorban ezt a díjat a kollégáimnak ajánlanám. Ez nélkülük nem sikerült volna. Fantasztikus kollégáim vannak, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk mindenkinek, személy szerint is.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösség jött létre, és azt gondolom, hogy így könnyű díjakat nyerni, és könnyű elismeréseket besöpörni. Illetve köszönöm a családomnak is, hogy mindig támogattak. Dr. Ambrus Katalin csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Budakeszinél 4 gyermek édesanyja. A budakeszi Széchenyi István általános iskolában, majd a budapesti Toldy Ferenc gimnáziumban végezte tanulmányait. A Semmelweis Egyetemen diplomázott, a fertőző betegségek és a sürgősségi ellátás a kedvenc szakterületei. 1996-tól egy évig mentőtiszt az Országos Mentőszolgálatnál, majd a Budai Gyermekkórház osztályos szakorvosa. 2007-ben átvette a gyermekorvosi praxisát Budakeszin. Tavaly óta praxis közösségben működik, annak vezetőjeként. Férje közgazdász, jogi végzettségű. Gyermekei, nagyobbik lánya közgazdász, mesterképzésre jár. Kisebbik lánya édesanyja hivatását követi, az orvosi egyetemen a 3. évfolyamot végezte el. Nagyobbik fia gimnazista, a kisebbik általános iskolás. Fiatalos, lendületes, kollégái nagyon szeretik, szeretnek vele dolgozni. A védőnökkel együttműködve előadásokat is szokott tartani. Saját bevallása szerint a hivatását élvezi, ahogy a gyermekek hozzánőnek, és végigkísérheti őket felnőtt korukig. Rajtuk keresztül kötődik a családokhoz is. Igyekszik határozottan, érthető stílusban tájékoztatni a szülőket is, hogy magabiztosan és hatékonyan működhessenek együtt. A szülők visszajelzései szerint végtelenül kedves, vidám, gyerekszerető a doktornő, ami épp úgy hivatásának javára szolgál, mint az, hogy maga is 4 gyermek édesanyja. Rendelései során olyan légkört teremt, hogy a gyermekek sohasem aggodalommal vagy félelemmel, hanem mindig örömmel mennek hozzá. Asszisztensével Vasváriné, Zsolnai Évával remek párost alkotnak. Mikulás vagy karácsony táján mindig valami vicces hajpánttal, sapkával egészíti ki öltözéküket, ami a beteg kisgyermekeket és az aggódó szülét egyaránt jobb kedve deríti. A gyermekek még oltásnál sem sírnak, mert a doktornő a szurit is olyan játékosan adja be, és a gyermekeknek mindig apró ajándékokkal kedveskedik. Ha rendelési idő utolsó perceibe esik be a család, akkor is kedvesen és türelemmel és alaposan vizsgálja meg a beteg kisgyermeket. Nem csak orvosként dolgozik az egészségért, de saját példájával is az egészséges életmódot képviseli. Polgármester asszony mesélt róla, hogy személyesen tapasztalta meg, hogy a doktornő milyen sportos és energikus személyiség, és a gyakorlatban is fontosnak tartja az épp testben épp lélek idézetét. Közreműködő orvosként részt vett a Buda környéki önkormányzati társulás 3 generáció az egészségért című pályázatában, gyermekegészségügyi prevenciós munkában. Budakeszi város képviselő testülete, lelkiismeretes, odaadó munkája elismeréseként 2022 évben Semmelweis nap alkalmából egyhangú szavazattal Budakeszi egészségügyi díjjal jutalmazza, melyhez szívből gratulálunk. Eddig azt gondoltam, hogy ilyen díjakat csak az idősebb emberek érdemelnek ki. Be kell látnom, hogy én is átléptem egy küszöböt, és lehet, hogy magamat nem is ide sorolom, és már rossz helyre sorolom magamat. Amikor ide kerültem házi gyerekorvosként, régen még faluban, most már városban, akkor én kicsit meg voltam ettől ijedve, hogy egyedül leszek, és a kórházi csapatmunkához képest ez egy nehéz és egy kicsit magányos vállalkozás lesz, és nagyon örülök, hogy ez nem így alakult. Egyrészt nagyon jó kollégáim vannak, az asszisztenseim és a védőnőim személyében is egy jó kis igazi csapatmunkát végzünk együtt, és mivel a szülőket is igyekszem bevonni az edukációval a gyógyítás örömeibe, ezért azt tapasztalom, hogy egy nagy családként együtt gyógyítjuk a gyerekeket, és valójában nagyobb csapattagjaként dolgozom, mint a kórházban valaha, úgyhogy igazán a helyemre kerültem, és hogyha ez így kívülről látszik,
Nagyon örülök. Köszönöm szépen.